A lépcsőn. Na. Feszített itt. Bejárat, várj, hogy fogunk itt kimászni? Elmászunk, eszem. Az igaz, jó. Oké. Na, let's go. Bejöttünk ebbe a panelbe, és itt kell lejutni. Meg vagy? Aha. Mi van? Bennek nem találunk a lámpát. Aha. Az utoljára itt voltam, nem mentek a lámpák. De fel tudtad kapcsolni? Nem. Érdekes. Amikor itt voltunk, akkor ugye nem volt lámpa. De volt. Volt lámpa. Most is van. És bin vagyunk. Ladies and gentlemen. Ez itt a Rákosi Bunker, kódnevén az F4. Ennek a szupertitkos létesítménynek az építésére 1951-ben adott utasítást Rákosi Mátyás és a Magyar Dolgozók Pártja. Az óvóhely feladata a kommunista vezetés elszállásolását szolgálta volna abban az esetben, ha Pestet atomtámadás érte volna. Az építés körülményeit annyira titkolták, hogy a rajta dolgozók is azt hitték, hogy a kettes metrót építik, ami a bunkerrel egyébként egy időben épült. Az objektum a Kossuth tér és a Szabadság tér alatt H alakban helyezkedik el, összekötve a kettes metróval. Központi bejáratát pedig a volt MDP székház belső udvaráról lehet megközelíteni, mi is így tettünk. Annó egy légvédelmi henger is volt a kertben, ezt viszont a 2000-es években elbontották. A bunker nem volt hosszú életű, a 90-es évek végére már a bútorok nagy részét ki is pakolták. Ja, és mit lehet látni, még van áram. A képernyőt már megcsináltam, úgyhogy most a videóra fogok koncentrálni, úgyhogy vegyük el a mikrofont. Ezek után az objektum a BKK-hoz került, akik a mai napig ellenőrzik a helyet, mivel össze van kötve a kettes metró alagúttal. Ez itt a gépháza, I guess. Szellőzőrendszerek. Nagy bau. Egyszer már voltunk itt márciusban. Lehet hordok én is ilyen valami sálat magammal, vagy nem tudom. Maszkot. Itt vannak az aksik? Aztán itt vannak az aksik. Ja. Nem tudom, ezek még vannak így hagyva. Biztos értek volna valamennyit, manapság ma valószínűleg nem annyira sokat. Szerintem, hogy 30 éve itt állhatnak, használatlanul. Valami. Egy kis asztalok. Ezt a bunkert 1993-ban, ha jól emlékszek, szerelték le. De is lehet, hogy már a 80-as években, ugye ez Rákosinak lett építve, F4 kódnévvel. Volt F5, F3, F2, F6 is. Azoknak a nagy része már át lett alakítva. Illetve egyről tudok, ami még valószínűleg ugyanúgy néz ki, mint ez. Hattam valami kis vészkijáratszerűség, nem tudom, hogy mi lett ott bent. Szóval, ja, ez Rákosinak lett építve, szépen berendezték, aztán ugye 80-as évek körül ki lett rámolva az egész, és azóta a BKV használja, illetve a BKV őrizteti, ugyanis össze van kötve a... Melyik metróval van összekötve, Norbi? A kettessel.
kettes. Csak Norbinak talán tettem fel találós kérdést, mert soha nem jegyez meg semmi. Mibe vagy jártos, Norbi? Csak nem Animatidisbe. Animatidisbe jártos vagy Animatidisbe? Nem. Miért? Te nem vagy, te nem jársz ilyen oldalakra, ugye? Nem. Hát, ahogy nem magyarul híres. Hát, ahogy. Itt bezzeg nincs áram. Vagy lámpa. Jaj. Ez a megfogója, vagy a másik? Arra. Az, ugye? Szerint. Víz vezető. Lehet, hogy a másik. A Norbi, mi is a végén találtuk meg, és először arra mentünk. Akkor arra van. What are you doing in my swamp? Lemenni se bírtunk, mert ott is állt. Jaj. Na, szóval kettő ilyen alagút van, ez a hosszabb, és ez vezet el végül a metróhoz. Itt lehet látni, ilyen nagy csarnokok voltak. És... hajó. Not me straight in action, ladies and gentlemen. Klotyó. Bárkit érdekel, Norbi? Klotyó? Nem? Ja, 30 éve már. Így áll. Szép. Szép rozsdás. Egyébként BKV őrizteti a helyet, mert hogy össze van kötve a metróval. Nem tudom, hogy ma... Aha. Nem tudom, hogy valahol bele fogunk-e futni beléjük, remélhetőleg nem. Már lehet hallani a metrót. Itt a vége. Anyád. Megvan a feelingje azért. Azért ez coolnak néz ki, hallod? Ott a hangout room. És itt van, kérem szépen, az alagút, ami elvisz a metróhoz. Ez szerintem egy inkább ilyen vészkijárat opció volt, nem feltétlenül. Hát mindegy, szinte nem tudom. És van a Szabadságtéren az MTV székház mellett is egy lejárat, annak itt van valahol a lépcsője, majd itt lesz egy vasajtó, egy bombabiztos vasajtó, és azután, ha jól emlékszek, itt az ajtó be van zárva, és márciusban még nem bírtunk átmenni. Reméljük, most sikerülni fog. Aha. Az a lényeg, hogy egy létre adagatom és videózom. Aha. Jó. Szóval az a lényeg, ki van döntve az ajtó másik oldala, így egy létre. Igen. Meg volt támasztva. És itt régen volt egy kis film darab, amit behoztunk ide. Azzal ki tudtuk piszkálni 3x3-hoz. De most nincs itt a fém, vagy én. Úgyhogy azt lehet csinálni, hogyha behúzzuk az ajtót, akkor talán lentébb esik a lét. Rád be. Nem mozdul, húzni kell vissza meg. Nincs erő, menj oda! Kétszer vagy háromszor. Eddig. És addig sem, akkor sikerült. Itt a másik oldalon van egy csiga lépcső, ami futott fel. A végén van egy szellőző, és útközben pedig be lehet menni a metróba. De hát ez most nem sikerült, de ha találunk bármilyen segédeszközt, amivel ki lehet piszkálni mögül a létrát, szerintem visszajövünk. De most menjünk a másik bunkerre. Még van egy másik szárnya a bunkernek, ahol még ma még nem. Itten nagy IQ bajnokságokban vagyunk most éppenséggel. Nézzük. Behajlítjuk a végét. Akkor már az egójában. Behajlítjuk a végét. Ez talán működhet. Na jó. Meg visszahajlik, gondolom. Várjál. Csinálod egy fogót a másik oldalára. Vagy mint a semmi. Szerintem? Igen, megyek. Majd. Megpróbál megrángatni.
Várjál, be se jön most már annyira az ajtó, hogy az ember. Meg most nagyon nagy lefmárodunk. Eje passióba. Na, átjövünk a kivilágított részbe. Csak itt már, így már jobb. Whee! Nagyon szép, igen. Stílusos. Ez itt a kivilágított rész, kérem szépen. Valaki odaérte, hogy pubi, hát ez sokkal rövidebb halad. Nem, nem, látom. Azt hittem, Rákosi elvtársnak valami puccosabbat rittyentenek össze. Mondjuk kétlem, hogy gondolták, hogy bármikor is kell majd használni. De hogy nem ott, ahol próbálom bejutni? Ott volt régen. Ebben az évben itt volt egész évben. Igen? Őr után én voltam a második, aki beleírt. Azt a... Mi január 3. Aha. Not bad. És a mai napig ide írják? 057. Aha. Nulla, júliusi az utolsó. Van egy... Nem, búb. Van egy új névötletem, gyerekek. Búburbex. Gotta say, she can get a taste. She can get a taste. Ora, che ne chiesti vedetta?